Makai Sándor színészre azt gondolom, nagyon sokan emlékeznek. Igen, most már csak emlékeznek, hiszen pont karácsony előtt hunyt el. A kiváló színművész, aki az Operett Színház tagja volt, nem olyan rég MIG riportot adott nekünk. Ennek az apropója az volt, hogy az Ötvös Tízben szinkron szerepeiért életműdíjat kapott. De azt nagyon kevesen tudják róla a színészeken kívül, akikről karikatúrát készített, hogy kiváló portrérajzoló volt. A színházak a karikatúráival gazdagodtak, amelyeket most is meg lehet tekinteni. Eltávozott közülünk, milyen furcsa fintorassúsnak, hogy utolsó interjúját a hatos csatorna stábjának adta. A 83 éves Makai Sándor, Őze és Góbi Hilda díjas színművész, a színészmesterség magas színvonalú művelésén túl nagy tehetséggel megáldott grafikus művész. Alkotásaival már az országot bejárta, de a Miskolci Színész Múzeumban állandó kiállítása látható. Pályatársairól rendkívüli érzékenységgel készített karikatúráinak ez alkalomból a Rátkai Klub adott helyszínt, az egy öreg komédiás karikatúra kiállítása, avagy Sértegetések 20 képben című kiállításának. Felföldi Anikó művésznő, a MASZK Egyesület elnökségi tagja keresett meg azzal, hogy Makai Sándor művész úr szeretne valahol egy szép kiállítást, és miután az első kiállítása is nálunk volt, jó néhány évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy a frissebb anyagból talán érdemes lesz egy újabb kiállítást rendezni, és hát remélem, hogy tetszeni fog a közönségnek, hiszen érdekes arcokat lehet látni, azokat a művészeket, akiket egyébként is szeretnek, egy picit másképpen. Dolgoztam annak idején, 53 évvel ezelőtt a budapesti csokoládégyárban, akkor rajzolta egy portásról három karikatúrát, akit utáltak a gyárban, és fölöttem, akikre büszkék vagy volt annak idején könyv, nem is könyv, hanem tablók voltak minden gyárnak a bejáratában, és akikre büszkék vagyunk, és én legfelsőre fölmásztunk egy barátommal, és kitűztük is, mikor mentünk be, a munkát kezdeni a műszakot, akkor ott állt az egész gyár összes dolgozó, és röhögött az öregen. Ha letépte az öreg, akkor addig fölragasztottak a középső lépcsőházban. Én a Budapesti csokoládégyárban dolgoztam, és fölragasztottak a középső lépcsőházban, akkor ott röhögtek rajta, akkor levette az öreg, és fölragasztottak a harmadikban. Aztán akkor lementem dolgozni a cukorfőzőgéppel, főztem a cukrot, jön a altiszt, vagy nem tudom, hogy mondták, akkor irodaszorga, kérdezett, hogy adott ír a Papper elvtárs, a igazgató, Makai elvtárs velem valakivel akart tárgyalni, tudta, hogy róla van szó, tudta, hogy miről van szó. Rohantam hozzá irodába, kitett elém három rajzot, te csináltad ezeket? Nem lehetett letagadni, mert tudtam, hogy tudja. Én. Na, hát fiam, akkor fölmész, a főkönyvelőzbe, kész pénz elszámolása, veszel rajta ecsetet, festéket, amit kell, onnantól kellett tehát a gyárnak a dekorációsa, és így kezdődött. A kiállítást Felföldi Anikó színművész barát nyitotta meg, majd dr. Vég Róbert ortopéd főorvos személyes barát szórakoztatta a közös élményekkel, a szép számmal egybegyűlteket. A legszentebb dolog nekem a barátság. Aki barátjává fogad, az olyan, mint a testvérem lenne. Mindent megteszek érte. Ezért örülök annak, hogy a kedves Makai Sanyi barátom azt mondta nekem, hogy nem a barátom, nem csak a barátom vagy, hanem a testvérem. Az egyik kollégám, Hegedűs Fufi, aki már azóta sajnos nincs az élők között, ővele kezdtünk el ikont csinálni, a részdomborítással, meg ilyen dolgokkal
foglalkoztam. Ikon az nagyon érdekes dolog volt. Nem én magam hát, találtam ki az ikonnak a figuráját, hanem másoltam. És mindig éjszaka másoltam. Csodálatos dolog. Az éjszaka csöndjében egy 4-500 évvel ezelőtt írt embernek a kezenyomát követni, csönd van, alszik a család, nagyon érdekes, izgalmas dolog. Egy darabot rendeztem életemben, a Szókimondó asszonyságot, Tatabányán. Hát, a nagy siker volt. Egy darab, nem is kívántam mást. Érdekes módon az utolsó 6 évem a Soproni Színházban adott a csoda. Ugye mondtam, a gyertyák csonkigéknek azzal fejeztem be. Játszottam a Hattyúban a Játszintatyát, csoda, színész állam. Játszottam a Vígőzőjben a Mirkudzét, a nagykövetet, az is. És az volt az egész életemnek a csodálni való ajándék a sorstól, hogy különböző szerepkörökben játszhattam. A kiállításon számos jeles művész is megjelent, hogy kifejezze tiszteletét a mai napig bohókás és szerethető Makai Sándor színművész előtt. Makai Sándorhoz fűződő kapcsolatom fantasztikus. A beszédben említettem, a megnyitó beszédben, hogy hol ismerkedtünk meg. Mondjuk bizarr, hogy az Örültő Ketrecében találkoztunk először, de pont egy olyan jelenetben volt partnerem, ami a legizgalmasabb volt mondható a darabban. És ott a próbák során kerültünk közelebb egymáshoz, és ez a barátság azóta is tart. Mondhatom, hogy olyan barátságban vagyunk, hogy nem mindegy, hogy mikor találkozunk, ott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk, és ez fontos. Nagyon nehéz a művészvilágban ma már ilyen kollégát találni, akivel tudunk egy nyelven beszélni, közös gondolataink vannak, de szerencsére azért még van. És hogyha nincs, akkor az ember maga mellé nevel olyan fiatalokat, akik igyekeznek és próbálnak olyan szinten gondolkodni, játszani, szót fogadnak, ha az ember próbál nekik valami tanácsot adni szerepügyben, és nagyon szívesen fogadják, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit már a barátság kezdete is lehet a fiatalokkal. Az a megbecsülés, az a szeretet, amivel ő rajzolt másokat, és ami őt körülveszi a szakmában, hiszen azért itt is látszik a mai kiállítás megnyitón, hogy hány és hány ember, nagyformátumú művész, Felföldi Anikó veszik őt körül rengeteg szeretettel, és tesznek azért, hogy az ő élete örömtelibb legyen. Szóval ez valami olyan hihetetlen, szeretetteljes kapocs. Ezt is meg kell mondanom, hogy számomra legalábbis ez megtiszteltetés volt. Igen, megtiszteltetés volt az, hogy fölhívott, és azt mondta, hogy szeretném, hogyha válogatnál az írásaim között, és egy pár kollégáról van egy pár történetem írásban, amit ő követett el, mármint hogy én követtem el, mondta ő nekem. És akkor kiválasztottuk. Mondtam, te tudod, hogy kiket állítasz ki, tehát választ ki te. Szóval egyszerűen igen, köszönöm neki, egy megtiszteltetés részt venni abban az örömben, abban a munkában, ami az ő karikatúrista művészetét emelheti, vagy legalábbis hozzájárulhat. Ha nem is emelheti, de hozzájárulhat. Hát én ebbe a közegbe születtem bele, és ebben nőttem fel, és valahogy olyan evidens volt, mint ahogy az orvosok lányaiból többnyire orvos lesz, vagy a jogászok gyerekeiből többnyire jogász lesz, valahogy ez nekem olyan gyerekkoromtól kezdve a napjaim része volt. Sokat jártam színházba, sokat jártam vele a szinkron stúdiókba, nagyon szerettem bent ülni még a régi Pannonia filmstúdióban, akkor még csak az az egy volt Budapesten, és rettenetesen szerettem nézni, ahogy ő dolgozik, ahogy mások dolgoznak, és valahogy egyszer csak ez olyan evidens lett. Meg nagyon tetszett, hogy nem volt egy koránkelős apuka, mert előadás után szeretett másnap sokáig aludni, és én meg utáltam az iskolába korán fölkelni, és úgy gondoltam, hogy ha ez a szakma ezzel jár, hogy lehet végre aludni, akkor színész leszek. Nagyon hasonló természetűek vagyunk, úgyhogy ez a két dudás egy csárdában tipikus esete, és megbirkoztunk egymással, de végül is a produktum, ami létrejött, az jó lett, vállalható lett.
tudom milyen módon, a Parkinson-nak a gyógyításával. Csak annyira tudjak, annyira jöjjek rendbe, hogy tudjak menni bottal, nem ezzel a kocsival, amivel most ülök, bottal tudjak menni, akkor már. Hát ha nem is fenn a színpadon, de mondjuk lenn, nézőtéren rendezni azért szeretnék. Makai Sándor pályáját 1958-ban a kaposvári Csíki Gergely Színház művészeként kezdte. 1962-től a Miskolci Nemzeti Színház, 1972-től a József Attila Színház társulatának tagja, 1987-től a Budapesti Operett Színház művésze volt. 1992-től szabadfoglalkozású színművész. Vendégként játszott a Székesfehérvári Vörösmarty Színház, a Békés Csabai Jókai Színház, a Tatabányai Jászai Mari Színház, a Karinti Színház, az Akropolis Szabadtéri Színpad, a Budapesti Kamaraszínház, a Soproni Petőfi Színház és a Pesti Magyar Színház előadásaiban. Makai Sándor számos sorozatban, filmben is szinkronizált. Drága Sanyi bácsi, mit jelent számodra ez az életműdíj? Köszönöm. Van a nevében életműdíj. Bár most már nem tudnék szinkronizálni, hiszen a betegségem nem engedne, hogy mikrofon elé álljak. Én sem nem voltam a mikrofon előtt 2-3 éve, és az életműdíjból látom, hogy nem felejtettek el, és ez egy nagyon jó érzés. Kedves nézőink, ez volt ebben az évben az utolsó Terézvárosi magazin, viszont január 2-án, a szokott időben hétfőn este ismét várjuk Önöket. Ebben az esetben nem lesz ez történt a héten, hanem ez történt az évben. Szalai Zsolttal visszatekintünk az elmúlt évre. Én pedig megköszönöm, hogy egész évben velünk voltak. Köszönöm a stábnak, köszönöm Önöknek, jövőre ismét találkozunk. Most pedig tekintsék meg az ez történt a héten című összeállításunkat 2016-ban utoljára. Boldog új évet kívánok!